Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós mostani adásában egy legendát láthatnak, egy legendás sportolót, akinek nem csak az eredményei veretesek, hanem a véleménye is érces mindig, és érdemes is rá figyelni, hogy mennyire fogadják meg azokat a tanácsokat, intéseket, amiket évtizedek óta a magyar sport vezetésének kínál írásban, szóban. Arról is érdemes lesz váltanunk pár szót, de hát előbb ismerjük meg őt magát, már amennyire egy névjegy ezt megengedi nekünk. Dr. Török Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes, kilencszeres magyar bajnok, öttusázó, edző, sportvezető, ügyvéd, politikus. Kétszeres szövetségi kapitány, a Magyar Öttusa Szövetség volt elnöke és a Nemzetközi Öttusa Szövetség alelnöke. Szövetségi kapitányként összesen 7 arany, 10 ezüst, illetve 4 bronzérmet szereztek versenyzői. 1990-től a parlament SZDSZ-es tagja. A pártból 98-ban kilépett, ügyvédi irodáját 1992-ben nyitotta meg. Mesteredző a NOB olimpiai érdemrend és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetettje. Budapest díszpolgára az öttusa hírességek csarnokának tagja. A legendás öttusázó, a bajnok, Török Ferenc. Örülök, hogy itt vagy, szervusz. Igen, köszönöm szépen, és én megtisztelve érzem magam, hogy eljöhettem ebbe a Azért azt elmondom a kedves nézőknek, mert szerintem ezt érdemes elmondani, te a 90. évetben léptél egy hónappal ezelőtt Isten Új, ez, nem, ez már ez kemény, ez kemény, én tudom. De hát úgy jöttél, hogy teniszmecsed lett volna, csak felázott a pálya. És így elmaradt. Mennyit sportolsz mostanában? Hát én általában hetente egy a 7-8 edzésem van. 7-8 edzésem? Igen, ebből, ebből igen, ebből, ebből három tenisz, párosok játszunk, és hát bevesznek, mert nem én vagyok a legrosszabb, és jogom, <laughs> jogom van szidni a másikat. <laughs> Úgy, hogy Igen, de hát annyira az mi miatt elázott nagyon a pálya, még nem, most már szép idő van. Várj, de Váld, a másik három-négyedzés az mi? Ja, hát a másik, hát ugye nordic walkingozok ezzel a, a, a botokkal, járok úszni, Hetente kétszer-háromszor, most éppen a vállam fáj, úgyhogy ez most kicsit szünetel. És hát van még gyógytornám is, és hát aztán Ja, is kerékpár is időnként, ha, le, ha lehet, és van. Sosem lehet, és hagytad akkor... abba egy pillanatra sem a sportot? Nem, és nem is akarom, amíg tudom, és és, és ez akaraterő akar, akar kérdése. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, mert ha az ember csak ül idősebb korában, és nem csinál semmit, és a keringésével nem foglalkozik, akkor az izmok elsatnyulnak, és, és hát egyre, egyre, több betegséget szellemileg, összeszed szellemileg, is kicsit visszaépül. Hát én hmm. még egyébként aktív ügyvéd is vagyok, ebből most nem akarok reklámot csinálni, mert nem vállalom. De hát a hát benne volt, hogy ügyvédi irodád van most már. 40 éve. Igen, hát éve 60 évvel, 60 évvel, lassab kerültem oda, de nem is akartam az lenni, de a végén így sikerült, és ezt nem is bánom, mert matematikusnak készültem. Én még annó a Rákosi Mátyás matematikai verseny 8-as döntőjében voltam, és miért akartam lenni. Még lehet... azt is Rákosiról nevezték el? A matek versenyt? Hát az, akkor az igen. igen, és aztán, aztán oda nem vettek, nem vettek fel és akkor, akkor apám erőszakoskodott, és elküldött a jogra, és hát akkor színegeltás juttatott a jogi karra. Wow. <laughs> hogy, hogy... Lenyűgöző, lenyűgöző vitalitással éled az életedet, és hát követed a sportvilágát mind a mai napig, és nem csak, hogy követed, hanem elemzed, véleményezed, szakanyagokat írsz. Mennyire veszik figyelembe, amiket írsz? Hát ez nagyon, nagyon relatív dolog mert most az olimpián figyelembe vették az épicikét a, a gulyás miselnek, hogy javasoltam és mondtam, hogy igenis vigyék ki, de ez most nem, nem ide tartozik. Egyéb, egyébként de az egy nagyon, nagyon fontos nagyon... eleme volt az öttus a szövetség működésében. volt. Én még esetleg vissza, de a lényeg az, hogy én a futballnak vagyok a szerelmese és ennek kapcsán ugye látom a problémákat, és próbálom ezeket kezelni, illetve elmondani. Én nagyon röviden mondanám, hogy én hogy, kerül, a, hogy kerültem én ebbe a futballba. Ugye, hát te amikor... focistának készültél? Hát igen, Úgy apám kezdődik? az MCillage-i MT-nek volt az elnöke, én meg Budapest kölyök válogatott voltam aztán. A a vasárnapi ebédidőben volt mindig a, a, mérkőzés, aztán anyukám, anyukám ezért nagyon haragudott, aztán elkezdtem fizilabdázni, egy, egy, kicsit úszni, és aztán egy, egy futóversenyen, illetve egyszer megszöktem az iskolából, és utána jöttek. <tosz> a testem előtt, az, az iglói, igloi biáj. A az edzője az alsó ablakon kimásztam, és megszöktem, és ez utána futott és az Árpád Gimnázián budán és hát táskával együtt kimentem a Tímár utcához, hogy csillag egyre hévre fölülök, de a Iglui Mihály utána utánam futott, akkor még meze, szenyor mezei versenyen indult, mondta, hogy lát, hogy én jól mozgok, és kíváncsi volt, hogy meddig bírom. Hát filatórig át akvinkom, aztán egy római sírra leültem, és mondtam, hogy, hogy, na most itt nem bírom tovább, és akkor addig mondta, hogy jó, futsz, azt jö, megyünk vissza az iskolába, azt mondja, a vonattal, vagy visszafutunk. Na jó, hát ez egy rossz kérdés volt. Na, és aztán Na, de így lettél olimpiai bajnok? Szóval ez azért, igen. Ez az igen, azért a annyiból test. nagyon vicces. Hogy nagyon vicces, de... de ha nem így, szöksz, így, akkor így, meg a suliból. Így, így van, akkor nem lettem volna, mert aztán utána el kellett mennem atlétikai edzése, mert mindjárt hozta a belépési nyilatkozatot a Honvédba, és akkor volt egy háromtusa tehetségkutató, és akkor ott, ott jól szerepeltem, igaz, hogy a táblát nem találtam elővészetbe. <gül> <gül> és akkor hát apá, apá, apám és az írói viáj meg Abba, hogy, 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 ha akarok, akkor mennek kell Ez az olimpia, hogy ugorjunk egy nagyot, ez ilyenkor, ez és bármelyik olimpia, amikor ülsz és nézed, felidéz emlékeket benned? Hát ez, ez, felejthetetlen volt az én számomra. Ugye minden sportolónak az a célja, hogy, hogy valahogy oda kerüljön, mert az is már egy nagyon nagy dolog, és hát pláne az, hogy ott a érmet szerezzen, és hát ez, ez benne volt, ben, nem volt ezek az érmek, világbajnokiak, meg olimpiai érmek, és ez egy felejthetetlen érzés. Szóval az, hogy fönnáll az ember a dobogon, és azt érzi, hogy most ez nekem szól a himnusz. Tokióba, ö, ö, Csárdásba játszották a himnusz, de én még olyan széptek soha nem hallottam és most is csak erre tudok, megborzogok, és megértem azokat a, a versenyzőket, akik eljutnak oda, és életcéljuk, és, és azért küzdenek, és, és oda jutnak, és akkor még ráadásul érmet szereznek, most az aranyról nem is, nem is beszélek, de ez nagyon nagyon, nagyon nagy érzés, és én most például kifogásolom azt, hogy ez a például a sajtó arról ír, hogy hát 55 milliót kapnak, meg ilyen jutalmat, meg olyan jutalmat, és, és hogy ez, ez mennyire motiválja a versenyzőket. Ez egy hülyeség, bocsánat, de ez a versenyző, amikor ott áll, és a játékos, amikor bemegy a pályára egyébként, akkor is nem arra gondol, hogy mennyit keresek, vagy mit csinálok, hanem az, hogy ott vagyok, és nyerni akarok. És ez, ez, ez egy olyan, olyan, olyan ö, rossz... Hanem ilyen oda se jutott volna soha. Hát oda, oda se jutott volna, hm. így van. És hát ö, most akkor összehasonlítom, hogy hogy akkor külföldön mennyit adnak, meg nem adnak, meg nem tudom. Hát én a tokiói aranyért 10 forintot kaptam jutal, jutalmat. Hát ez most a mai viszonylag. Akkor ez... autót sem nagyon Mi? vettél. Nem, de viszont lehetett de venni belőle. Szabad vámot. <laughs> szabad vámot, és akkor ilyen divat volt, a kis rádióskákat lehetett Japából hozni, és akkor azt nagyba, nagyba, nagyba hoztuk, hogy nem egyet, hanem többet. És Ti nem csempésztétek? Ne, nem, nem kell, nem kell én nem kell. Volt ég, vívózsák, ég. oda be lehetett rakni, elfértek. De, de a, ládába is, tehát papundek ládába is lehetett hozni ezeket, úgyhogy minden jó szóval, a hatalom de, 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 igen, de, de, ez nem, de ez nem jutott eszünkbe, az eszem ez, ágában ez, nem volt, hogy, hogy én ezért versenyezek, hanem igenis gyerni akartam, és mindenki, aki oda kiút, először is ki akar jutni, és, és, és ez, ez ez egy nagyon Ilyenkor érzés. azt felejtjük el mindig, amikor az 55 millió meg hasonlók előkerülnek, hogy amikor megáll a dobogón, akkor a mi lányunk, a mi fiunk, akkor mi állunk ott vele együtt, mi győzünk. Nagyon. Azt így éljük meg. Aztán, amikor megkapja a pénzt, az már. Nem a közös örömünk, az már csak az övé, és azt már irigyeljük. Igen, igen, igen. És hát szóval, és ott itt fe, ö, ö, nincs az, hogy a szurkoló, az, az, az nem, nem olyan, hogy kormánypárti, vagy nem kormánypárti. Itt, itt egy közö, közös szurkolás van, közös öröm van, és ezt együtt, együtt megpróbáljuk megélni, a, 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 aki ott áll a Hát ez a sport a... gyönyörűsége egyébként, tehát ez erről szól, igen. persze. Ha most ezt a mostani Párizsi Olimpiát megnézzük közelebbről, ez hozta azt a teljesítményt, amit úgy nagyjából várnak a Magyar Olimpiai csapattól az érmek számában, a delegáció nagyságában, de mégis fura Olimpia ez, mert nem úgy jöttek az érmek, mint amiket előzőleg kalkuláltak. Ha nincsenek az úszók és a kajakozók, akkor egészen másképp nézünk ki. Persze, hát ha meg a nagymamám villamos, akkor én nem születek meg, szóval ezt lehet mondani ilyenkor nyilván, de, de azok a, a sportágak amik rengeteg pénzt emésztenek fel, irgalmatlan mennyiségű tau pénz és állami támogatás megy bele, ezek a látványsportágak, ezek nem hozzák a teljesítményt. Még az a vízilabda sem, amelyik tradicionálisan a mi sportágunk, így is gondolunk rá. Miért? Hát ez, ez nagyon igaz, amit mondasz, és ha a szívemből beszélsz, én csak ezt most kiegészíteném egy-két gondolattal, de örülök, hogy ezt azért, ezt mondjuk te így látod, és remélem, hogy mások is. Ugye arról, arról szól a történet, hogy az elmúlt négy-öt olimpián is körülbelül ennyi érmet szereztünk. Tehát számszerűen ez, ez, úgy, ez úgy rendben van de annak a tartalma már közel sincs rendben, mert ahogy mondod, a vizesportok, így mondom, azok, azok hozták meg, az egyéni sportok hozták az érmeket, mondjuk a Milák is kettőt, meg, meg aztán a tehát a Kósuber, és, és ez, 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 nem, ez, ez nem, 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 igaz, ez nem, nem jó, ez, ez Elfogadható, de nem abban a, 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 a szemléletben, hogy Magyarországon milyen, milyen igazi sportnemzet. Én idézném a miniszterelnököt, és, és nagyon igazat adok neki, hogy ő, ő azt mondta, hogy Hát ez egy gyenge volt, nyenge volt ez, a, ez a szereplés, tehát azért itt nem egészen vannak rendben a dolgok. Ő azt is mondta, hogy a legjobb tízben kellene Magyarország, mint nemzetnek egy, lenni az életet. Egy, a, a, egy nemze, nemzetet a, a csapatsportágok határozzák meg ebből a szempontból, tehát az ismertséget, és hogy, 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 hogy itt élik meg a, a, az országokat. És ez, ez így igaz, és a látványsportok az, amibe ami, ami, ami kellene, hogy menjen, és itt óriási problémák vannak, és azt nem is értem egyébként, hogy a miniszter azt mondja, hogy tízbe kellene lenni, és ez egy kicsit csalódás, hogy a, 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 a vízilabda, kézilabda, ugye érmet nem nyert, de arról nem beszélnek, hogy kosárlabda, hogy, röplabda és akkor mondjuk az én veszült paripám a, a labdarúgás, ott ki sem jutott az olimpiára. És, ez, és, és, ez, ez, és, és, és egy hatalmas pénzek mennek, és azt mondja a miniszterelnök, és ezzel is egyetértek, hogy a befektetett munka, befektetett pénz nem hasznosul. És ezt meg kellene oldani, és ezzel foglalkozni kéne, és én ilyen jellegű, több mint tíz éve ilyen, ilyen jellegű észrevételeket, javaslatokat teszek, és ezek a, ezek a szemétkosárba kerülnek. A miniszterelnöknek is, én írtam több észrevételt, most én idézőben mondom, hogy én jobban vagyok vele, mert együtt, volt, ültünk a parlamentbe, az első parlamentbe, és ott én megalakítottam a parlamenti futballcsapatot, ahol a Viktor, volt az egyik középpályás. Akkor az még több párti volt, ma már egy párti. Több, párti, a Viktor középpályás, és hát mindig mondtam, Viktor, add már a labdát, tehát tőled csak örökölni lehet. <laughs> és szóval ezen, ezen keresztül, és, és, és ezt érdekes módon ugye az államtitkárság meg a többiek nagyon agy hallgatják. És itt, itt jön most egy, egy nagyon nagy kérdés fog most jönni, hogy ezt az olimpiát értékelni kell. Ugye? És valakinek meg kell mondani, hogy mi az oka ennek a szereplésnek, és most akkor visszatérnék a látványsportokra, hogy a látványsportoknak ez ezek az eredményei, nem csak az olimpiai, hanem, mert ez nem véletlen, hanem az elmúlt 5-10 évnek a látványsportoknak az eredménye azok gyengék, és nincsenek, nincs fejlődés. Mindig azt mondják, hogy a döntéshozók, idézelve a döntéshozókat, hogy, a fejlődés útján indultunk el, és, és hogy milyen, na, milyen nagyszerű ez az, ez az egész. Na most, hát ez, ezt senki, és ezt senki nem kéri számon. De nem a számon kérés az érdekes, hanem senki nem mondja meg, te meg tudod mondani, mi az oka ennek. Már melyik részének annak, hogy az csak, csak fejlődünk, de nem jutunk sehova? É, és ne, Mi az oka Szerin, Szerintem hát, az, az utánpótlás képzésben jó. jó, de mik a szakmaiok? Szerintem az utánpótlás képzésben mi? van a szakmaiok, nincsen fizikai felépítése a játékosoknak, a, a csapatsport játékosoknak Így van. Javarészt, mire eljutnak a felnőttkori <coughs> technikai hibáik vannak, amiket felnőttkorban kellene kiavítani, az arra már szintén késő. Ráadásul kevesen játszanak. Topligákban, ahol fel. Hát, mert nem, nem kell. alkalmatlan gyerekek nem, nem kellenek sehol. Ennyi. Én ebben látom. Itt? Én, Én ebben, ebben látom. Ezt, ezt, ezt nem, ismer, nem ismerek, mert nem, akkor kellene ebben a dologba tenni. Na most. Ö, Azt nem tudom megmondani, az a te szakmád. Hát nézd, ugye a fizikai képesség, és ezt mindenkinek azért mondom, mert ez egy olyan dolog, hogy a fizikai képességfejlesztés és a képességek kialakulása, ez 12 és 19 év között, hogy te mondod, az utánpótlás nevelés idejében alakul ki az emberbe. Együtt nő az orrommal, a lábammal, a keringési rendszer. Ugye az izmokat oxigénnel kell ellátni, az oxigént pedig a, 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 a erek viszik, viszik oda. Na most, ha ez nem alakult ki a keringési rendszer, akkor onnan kezdve semmi nincs azt mondja, de most akkor bocsánat, de musz, mindig a focira egy kicsit vissza kell térnem. Nem baj az. Mert, ugye itt, itt, van ugye a válogatottnak a szereplése a Rosszival az élen. És a Rosszi, mikor Marko Rosszi, már 2020-ban azt mondta, hogy technikailag jók a magyarok, de fizikailag hát nem ütik meg a nemzetközi szintet. Ezt Saj, senki nem hallja meg a vezetők és döntéshozók között, ezek még kérdezni sem tudnak. Az a, az a, az a probléma. Én ezeket mind leírtam tíz éve, Rosszi elmondja ezt, ezt, ugye aki most a legnagyobb ilyen szakember, most elmondta januárban szintén egy interjúban ugyanezt. És uh, én megmondom őszintén, hogy én kaptam engedélyt, ugye megalakultak ezek az akadémiák és én kaptam engedélyt egy-két akadémiának a felmérésére, mert én, nekem van egy, egy fizikai tesztem, van nagyon egyszerű a gyorság és állóképesség. Ezt az ezt a, a mesterséges intelligencia, és visszaválaszoltak nekem, kicsit zavarosod, de mikor már jobban kérdeztem, akkor azt mondta, hogy igazad van, ezt kellene csinálni, de hát azt se olvassák, hogy mit a mesterséges intelligencia. A, 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 lény, a lénye, lényege az, hogy ennek a tesznek alapján ugye ki lehet szűrni az, hogy mi, mi, mi hatékosokat, vagy miket, miket érdemes fejleszteni. És, és, Hány éveseket teszteltél? Akadémisták, akadémisták, tehát 15-16 éves éves éveseket, 20 éveseket, legutóbb az egyik akadémiánál voltam, kaptam engedélyt, nem, nem akarom mondani, ne minden, de a lényeg ez, hogy 38 játékost teszteltem evel a 30 méterrel és, és 3000 méterrel, ugye és ez egy amerikai futótáblázatban van betéve, tehát abszolút rangsort ad, hogy, hogy milyen képességű futó. Hát bizony, Ugye az is sokan nem tudják azt, hogy mi az a Kupert, ezt most nem is akarom itt részleteiben elmondani, 3000 méter van és 12 percet, tehát nem, tud, nem tudják a labdarúgók lefutni. És ugyanakkor nekem adataim vannak arról, hogy kajakos fiúk, kajakos kislányok, azok, azok mind 12 percen belül futják a 3000 métert a más akadémiáknál is, és ugyanez volt a helyzet, és akkor, akkor az a... Na de várj, várj, itt azért álljunk meg, hát a futbalista az fut. A kajakozó, az nem kell, hogy annyit fusson, nyilván állóképességi Igen, szempontból fut. De a, de a fut, keringési de, rendszere, az nem mint, hát, na, hát az az itt kezdődik a Kevés az, ugye azt szokták mondani, hogy persze, hát futnak eleget, nyilván fognak tudni futni a meccsen. Ez Igen, nem így megy? Én nem véletlenül, én nem véletlenül mondom ezt, hogy, hogy, hogy a keringési rendszer és az egész dolog azért azért, mérte, azért kértem adatokat a kajak követ, a szövetségtől. De ha, ha három két percben csak mondanám, ugye mindig van egyetlen igazi eredendő ok, ami a problémát okozza. És itt azzal kezdődik, hogy hogy a labdarúgás és a többi látványsport is fizikai sport. És a fizikai sport elfárad a játékos, ugye, mert erről szól a történet. És hogyha elfárad, akkor a, a mozgás koordinációja, a rajsebessége, a reakcióidője, a döntéshozó képessége, az, az ö, romlik. És abban a pillanatban, ha jó példa megint a labdarúgás, hogy a párharcokat elveszti, mert a másiknak sokkal nagyobb a gyorsasága, a sebessége, aki nézi a meccseket, vagy ezeket, a, de bármit. Mikor a mérkőzéseknek általában az utolsó, első félidő utolsó 10 percében, a második félidőnek időnek az utolsó 15 percében, Esnek a gólok azért, mert fáradnak, odébált, nem indul rá, és így tovább. És, és ezekre semmit nem tesztek, ezt elengedik a fülük mellett az, az érdekeltek, és, és pedig nagyon egyszerű tesztekkel ezt, ezt meg lehetne oldani és a labdarúgással összefüggésbe is, csak én megint egy kicsit, most muszáj egy kicsit magamat dicsérnem, de 1996-ot mondok, amikor Atlantába kijutott a labdarúgó olimpiai csapat 21 év után az olimpiára, és azóta se jutott ki. Ö, ö, ugye akkor a Dunai Antti volt a szövetségkapitány, és azt mondta nekem előtte, hogy te segíts nekem, hogy én legyek a szövetségkapitány. Hát segítetted neki, de mondtam, de én állítom össze a csapatot. Na hát ez egy nagyot nevetett, de mikor megkapta a, a titulust, akkor mondta neki, na, akkor most üljünk 128 játékos mértán fel, mértünk föl, MB1, MB2-eset, tehát labdához volt közük, és, és ö, ö, ott ö, ö, az, az történt, hogy rangsor lett, és a rangsorból az első, aztán akkor itt az első negyvenet nézzük meg, ebből válaszál 25-öt ez a válogatott keretet. Hát ez, ez, volt, amit én mondtam, hogy ő szállítod a csapatot. De, akkor ez mégiscsak úgy van, ahogy Csapó Gábor mondta, Dudi mindig azt mondta, hogy a legendás vízilabdázó, hogy ő azért nem érti ezt a magyar labdarúgást, mert adják oda neki a játékosokat, azt ő garantálni fogja, hogy fizikailag mind rendben lesz, futni mindegyik fog tudni. Tanítsák meg őket levenni a labdát, az nem az ő dolga. De mindig ott veszítjük el a meccset, mondta ő is, hogy nem tudunk futni, és nincs fizikai állapotunk hozzá. ezt hozzáteszem azt, hogy nem vélet az, hogy az úszásban vannak eredmények, vagy még azért a vízilabdában is, mert kiskorba kis elkezd úszni, és, 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 és ott az medencébe hajtják, és, és akkor a keringési rendszere az, az működik. De itt az edzéseken ugye a, ezek a fiatalok részt vesznek, elfáradnak az edzésen, és és, és Fáradt játékos, azt elmondtam, már nem csinál semmit. Hiába mondják, hogy akkor rögzítjük, és majd kiértékeljük. Ez egy hülyeség. Ez az egész kiértékelni már azt tudjuk, ami az állapotot, hogy hogy hát, került olyan állapotba. Hát, hát az lenne a kérdés és akkor nyilván. Mikor, mikor fejleszti a képességet? Az a kérdés. Edzésen nem, mert az edzésen ottan különböző heterogó, heterogén a csapat, tehát az, amit mondjuk most a legutóbb a, a X akadémián mértem a 38-at, ott volt, volt, aki a 3000 métert, azt 12, kettő volt, aki 12 percre megfutotta, és a többiek azok 13-14 perceket futottak, hát röhely ezek a számok, és akkor ezek egymással edzenek. És, és fel van higítva, tehát itt van például, hogy mondjuk maradjunk a profi, a magyar, a magyar gyerekek ugye nem alkalmasak nemzetközire, tehát válasz, meg, megveszik ugye a NB1-es csapatok a külföldieket. Csányi Sándor mondja, hogy nem értem, hogy miért vesznek, miért nem a magyarokat játszak. Azért, mert a magyarok nemzetközi versengése nem alkalmasak. És akkor ha megfigyelnénk, akkor a Ferencvárosnak ugye a a csapat, akkor Dibusz véd, a többi talán botka az... befér, talán. Mi? Ta, talán botka. Ta, talán, talán így, így van. És akkor ebből, 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 ebből adódóan ezek itt játszanak, az edzéseken már nem fejlődnek, ugye ezek már felnőtt játékosok, felhigítják a, a magyar labdarúgást a fiatal szabályal, nem tudom, hogy te tudod, mi ez a fiatal szabály. Hát, hogyha a fiatal játékost játszott a csapat, akkor ezért prémiumot kap, hogyha nem játszat. 400, 400 millió ütetés. forint körül lehet ebből Igen. kaszálni, ha percenként fizetnek ezekért az alkalmatlan játékosokért, és a, és a a, a, a külföldi játékos, aki jobb volt, a szépen belesimul a felhigított, szándékosan felhigított magyar uh, uh, NBA-ben tett fiatal, fiataloktól. Ez a többi sportra is igaz. Ugye a kézilabdában szoktuk mondani azt, hogy persze, hogy a válogatott botorkát csak a nemzetközi tornákon, mert hogy a legjobb kézilabda csapataink, a klub csapataink, azok javarészt külföldiekből állnak, tehát a legjobb magyar kézilabdázok alig jutnak szóhoz úgy nemzetközi úgy, úgy működéseken. De akkor ez, ez, nem csak a labdarúgás nem, nem, nem ez, ez, ez az mondjuk a kézilabdai, a, a kosárlabdai is. Az összes, lá, összes látványsportra vonatkozik. Mondjuk ez. a vízilabdára talán nem. Így. Azért, de azért, mert, mert, mert neki a keringési rendszer az úszásból, a fiatal korából az úszásból jobban alakul ki. Mit csinálnál velük? De a, de a, mit csinálnál azzal a tíz hagy, éves gyerekkel, akit elke, elke, a mert, szülője vár? Na, jól jó, Nem, csak Ezt azt szeretném mondani, hogy amikor játszik a kézilabdában a Veszprém és a Szeged, hány magyar van a pályán? Kettő-három a padról. Hát óriási tévedésben vagy. Valamikor csak egy. És az a játékvezető. <laughs> szóval nem és akkor mi volt a kérdés? Azt kérdezem, hogyha valaki tíz éves gyerekét beíratná valami olyan sportágra amikről most itt beszéltünk, látvány Igen. sportágra ezek a legnépszerűbbek, Igen. persze de mit mondaná a szülőnek? mert ugye ő a legjobb szándékkal elviszi az edzésre a gyerek megtesz mindent, amit az edzője mond Igen. beilleszkedik a csapatba jól érzi magát, focizik, kosarazik kézilabdázik, és eljut 18 éves korára, és azt érzi, hogy le van maradva igen, abban, a ti, mert, abban a nyolc évben mer a Mert az, a, az, mert az a képzés az, az nulla, Önne, csak játszanak a labdával, ugye, és ez a, ez, ami egyébként jó mert technikailag fejlődik, de a fájdalom küszöbet ahhoz, hogy a képességeit fejleszed, azt, azt egész másképp kellene csinálni, ebben nincsen számunkérés, és ő belekerül ugyanabba, a, akik, akik kerengésnek nincs, és ott el, elfocizgatnak. Ez a tünet, de mi a Igen. megoldás? Hát az, hogy fejleszteni kellene ezeket, és az a megoldás benne, hogy nem, nem engedem be, tehát minősítem a játékost. De egyébként a sporttörvényben is benne van, hogy minősíteni kellene ezeket a gyerekeket, és azt mondom, hogy van A-licensz, B-licensz, c -license, D -license, a fizikai képességétől függően a gyerek, az elkezdi majd, ugye szerettem már D-licenszből C-be vagy B-be, és azt mondja a szövetség... Sportőrője lehetőséget ad, hogy profi szerződést vagy az egybe csak a vagy béli kerül be. Abban a pillanatban az edzők is elkezdenek másképp dolgozni, kénytelenek lesznek tényleg képességet fejleszteni, és ez számunkéretű. Ma semmiféle számunkérés nincsen. Sőt, egy óriási katyhas van, mert gondolj bele, azt mondta megint csak a miniszterelnököt is, nagyon helyesen hivatkozom, hogy mikor azt mondta, hogy a pénz nem hasznosul, és megalkotta az akadémiákat. Na most ez, egy, ez egy nem, nem volt egy jó lépés, mert minden kezdve az akadémiáknál ugyanúgy nincs követelményrendszer, az ég, tehát fizikai követelmény. Mérések vannak, különböző dolgokat, futballszerűen ingatesz, meg ilyen tesz, meg jó-jó tesz, ami, ami, ami nem igazán fejleszti ezeket a képességeket, és, 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 innen, innen kezdve vége, vége, az egésznek, és igaza van. Nem sok, hogy az akadémiák, akadémiák ugye szerződést kötöttek az államtitkársággal, mert nem a szövetség hatáskörébe tartanak, tehát ez egy óriási nagy ellentét van a szövetség gondolkozása és az akadémiák gondolkozása között. Mm. És a nb 1 be akik bejönnek, Ugye a, a, a klubba, ugye az akadémiák ugye is és berakják az első csapatba, akkor oda alkalmatlan gyereke, gyerekek kerülnek, és ide sakmatta az egész mert helyzet. Mert az a szörnyű helyzet van, hogy az akadémiának a darabszáma lényeg. Tehát hány gyereket, igen, hány igen. darab, bocsánat, igen. gyereket tudok eljutatni az el, a felnőtt csapatig. Igen. Onnantól kezdve én jó vagyok, megtettem a magam. Na, egy nagyon jót mondtál, mert, mert, mert ez, ez a probléma, hogy összegyűjtik az alkalmatlanokat, nem fejlesztik, és ezek, ezek beér, be, 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 ja, be, a darabszám miatt. akkor még egy egyel hátrébb kéne menni. Oda kéne eljutnunk, hogy például ne a szülő döntse el, hogy a gyerek mit fog sportolni, mert ugye a gyereknek valami ez van kedve, és akkor én eldöntöm, hogy abból a valamiből, mondjuk vizes sport, kajakozzon, vízilabdázzon, úszó legyen, mit csináljon magával. De lehet, hogy remek kajakozó lenne, és kétségbejtően rossz vízilabdázó. De ezt de, akkor lehetne megtudni, ha valaki felmérni a gyerek képességeit és lehetőségeit. Fizikai képességeit. Ezt, nem, sz... ezt nem, tesszük meg a hatász, várjálés, 10 állés, éves gyerekkel. Mond, mondok, ne, mondok, neked valamit. Tehát az én regnálásomban már, mint hogy itt próbál, próbálok, próbáltam abba az ügybe eljárni, hogy itt mi, 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 az oka az egésznek, hogy itt a felnőtt szinten itt ilyen eredmények vannak ugye, akkor volt egy beszélgetés az MLS-nek a sportigazgatójával, és kérde, mondták, hogy ők nagyon nagy pénzért, 100 millió fölötti kutatást csináltak, és a kutatásnak, a foghatásnak az volt a célja, hogy megnézni azt, hogy a hogy a külföldi gyerekek fizikai képessége és milyenek, és milyenek a magyar, magyarok. És egy hogy megmutattak egy diagramot, és aztán amikor én mondtam, jó, hát akkor erről beszéljünk, engem is érdekel ez a, ez a kutatás, bár én tudom, hogy az a, az a különbség, hogy, hogy fizikailag jó vagy gyengébek a, a mi gyerekeink. És ezt és nem voltak hajlandó ideadni, és kiderült, hogy, hogy 12 éves korig azonos a magyar gyerek, fiataloknak, gyerekeknek a fizikai képességei, most az erről ter, beszélek, és 19 éves korig, kortó, korig amikor a, és össze ugyanannyi, mint a külföldieknek, és 19 éves, 20 éves korban már jelentős különbség van a külföldiek és a, és a magyar gyerekek játékosok között, hogy ebbe az intervallumba mi az oka ezt kezdve, Mi az oka, Mondjátok meg, mi, mit kéne ahhoz szerintetek csinálni, hogy, hogy, hogy ugy, ugyanoda fölmény. Tehát ez, 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 egy, ez egy képzési, súlyos képzési hiba. És hát erre, erre mondtam, adjátok ide, hogy ezt tanulmányozom, Nem voltak hajlandók ide adni. Akkor szóltam az államtitkárságon, hogy, hogy intézzék el, hogy, hogy tanulmányozhassam részleteiben. Akkor először egy olyan buta szöveg volt, hogy na de, na de hát a, 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 e, milyen a nem, nem lehet titko, titkos a személy adatokat. Én nem személyadatokat adatokat kérek, hanem azt kérem, hogy. Mindegy, hogy hogy hívják. Mindegy, XYZ Hagy nézzem meg, és, és beszünk erre. Jó, elintézem, ígérte az államtitkár. Nem tudta elintézni. Akkor oda keveredtem a módszertani igazgatóhoz, intézetnek az igazgatójához. Liszkai Dezső felcsúton regnált eredetek, aztán bement az államtitkárságra. Kértem, hogy ezt, a, ezt ö, juttassák hozzám. Ne, nem vagyok képes arra, hogy ezt megszerezzem. Mi az, hogy nem vagyok a, a módszertan igazgató, nem tudja ezeket megszerezni? Hát ez egy, ez egy meg, megint csak egy egy röhely. Hát neki az lenne a kötelessége, hogy az összes sportákban ezt a, ö, megnézhessék, tehát a látványsportokban megnézhessék ezeket a kutatásokat, ami egyébként... Na érdekes ország vagyunk, de amit mondtál, az előbb a, a szöget ütött a fejembe. Tehát, hogy 12 éves korig rendben vagyunk. Így van. A gyerek, amikor elkezd sportolni, akkor úgy fejlődik, mint bármely gyerek a világon, aki elkezd sportolni. Így van. 12 éves korban mit csinálnak, vagy onnantól, mit csinálhatnak másképp külföldön? Akkor nézzük hát, fordítva, a el... ha magyar adatokat jó, nem tudhatjuk, jó, jó, nézzük jó, a jó, jó. Már má, Más az életmódjuk, és akkor itt van egy megint egy nagy probléma. És akkor ez, ezt kéne megérteni, hogy nálunk kiválasztódás van, és nem kiválasztás de, tehát reference nélkül, számunkérés nélkül, mennek a dolgok. A kiválasztódásnál meg az, az a helyzet, külföldön főleg, hát 70-80 milliós nemzetekből van. És ö, a, a kiválasztódás, meg, meg aztán utána azért ezzel a fizikai képzéssel ott azért foglalkoznak. Én, én voltam kint Barcelonába, edzőtáboros, és akkor elvittek a Barcelona elnökéhez, és megnéztem a Laváziát. Ez a barcelonai edzőtábor a fiataloknak olyan, olyan, fizikai képzés volt, hogy, hogy, az, 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 öröm volt nézni, és voltam három hetet magaslaton a Paris saint igaz, hogy 15-20 év, évvel ez ott is olyan fizikai képzés, képzés volt, és, és itt meg csak fenntartás van, Semmit csak a labdával játszunk, mert ez, ez, ez a jó, de ott a gyerek elfárad, mint mondtam, és ebből nem alakul ki az égvilágon semmi, és ott, rag, ott ragadunk. És hát erre nem is, ezt nem is hajlandók megérteni. És Megvan a le... az a módszer, amivel a, amit odaadnál a magyar edzőnek, hogy ezt csináld a 12 éves csapatoddal? Persze, nagyon nagyon egyszerű, mert vannak azért olyan tesztek, amiket csinálnak, amiket, ha jól csinálják, és, és, és beiktatják a munkába, és nem véletlenszerűen, hanem tervezve, akkor ez egy egész más dolog. Ugye, a, akkor muszáj egy kicsikét boldadom azt is, és ez azt hiszem a mindegyik látványsportra vonatkozik, hogy általában, de hát a labdarúgásban meg pláne, ugye, hogy a döntéshozók, Jelen mondjuk a Csányi, Csányi Sándor, ugye nem szakember, még kérdezni sem tud a, a szakembertől. És akkor van egy van egy szakembere, a dr. Barci Robert, aki igazán edzői munka, múltja nem igen volt, és az dikt, az fújja a passzás és, és csinálja ezeket, hogy attól kér tanácsot. És amikor én írok, a, írok az elnöknek, hogy Kérem beszélgetés, kérem egy kicsikét, egy vitát, egy egyszerű vitát meg, meg, megbeszélni, és elmondani ezeket, hogy mit mondanak rá, mert butaságokat mondanak rá. Hát képzeld el, hogy, a, hogy például, amikor itt az akadémiák megalakultak, meg átalakulás, meg új irány, akkor mindenki az MLS is csinált egy 50 oldalas külfölösztési kézikönyvet. És az akadémiáknál van egy 110 oldalas, amiben, amiben nincs harmónia, pedig ugye az akadémiák gyerekek mennek az MLS-hez, tehát semmiféle szinkron nincsen ezekbe a kérdésekbe, és akkor ez rendben van, de akkor csak mondjuk egy mondatot mondok, mondok, hogy azt, azt írja az, az MLS-nek a elfogadott klubfejlesztési kézikönyve, azt mondja, hogy tudomásul kell venni, és ezt jól figyeljék meg, hogy a labdarúgás kulcsa a technika és a taktika. Tehát most, amikor azt, kérdez, azt kérdeztem a Bercső hogy te is hogy, hogy csinálják meg a taktikát, hogyha nem tudod futni és hogy mi az a 8 másodperces szabás? Most szabály. Fog, fogod, az egyszerű józan egyszer is fogod érteni, és a, a nézők is fogják érteni. Amikor vé, a védőknél van a, a labda, és föl kell menni támadni, akkor megvan az a begyakorolt figura, amire föl kell futni, és előre kell játszani, nem hátul tologatni. És amikor elvesztem a labdát, akkor ö, vissza kell menni a védelmi rendszerbe, és akkor ott védekezünk. hogy föl sem mennek. Tehát ez, ezek, ezek mind látszanak, és ez. ez ez egyszerűen nem hajlandók, és nem hajlandók, és én, De miért jönni, nem? Mindenki abban érdekelt, hogy jobb legyen. Nem, akkor kiesnek ebből, meg kiderül, hogy felkészületlenek. Tehát, tehát a, a, Abban érdekeltek, hogy ez a mostani rendszer legyen ne ki, mert most ez jó, igen, ez konzerválódik az egész, mert ugye, ha az elnő, 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 elnök, nem is ér, de kiválasztja jól a, a, a Igen, emberei. csak hát dől a pénz. Ömlik a pénz, hát azért, ahhoz azért. képest, hogy a magyar sport korábban működött, sosem látott bőségben vannak ezek a, az egyesületek is, meg a szövetségek is. Joggal mondja Orbán Viktor... Hogy így van. Hol az eredmény? Így van. Tehát hiába akarják ők konzerválni, hogyha van egy politikai nyomás arra, hogy eredményt kell produkálni, akkor ez hirtelen meg tud változni. De, de az, a, az a helyzet, hogy igazán a, a, az Orbán Viktor nem, nem, nem vette föl azokat a dolgokat, amiket én többek között mondtam, hogy kérdezz meg, hogy mi az oka, kérdezz meg, hogy ki a felelős. Meg mondani, ki a felelős ezért? Na hát erre nincs válasz. Hát most jönnek az értékelések az olimpiával összefüggésben. Hát a mob elnöke azt mondja, hogy a mob kevéssé felel az olimpiai szereplését, mert a szövetségek és a klubok készítik fel a sportolókat. Úgy van. Ebbennek igaza van. Úgy egyébként. van, teljesen igaza van, de most az értékelés, most a, a Robán Viktor azt is mondta, itt már decemberben mondta, hogy hát igen, az akadémiák azért nem okék, nem oké és, és hát lehet, hogy megszüntetésre kerülnek. Ugye, mert egy nagy, nagy ellentét alakult ki az akadémiák, és a, és, a, és a szakszövetségek között. Most ez, ez és, de ezt nem értik, mert a, mert a sportállamtitkár pedig azt mondja, hogy jelesre vizsgáztunk az olimpián. Na most hát azért ezt valahogy, valahogy rendeznék el, hogy mit mond a miniszterelnöke, és mit mond, mit mond ő. Mert mindenki és, nyilván azt, ami a pozíciójából és, ezt, fakad. És, és akkor, igen, és akkor és akkor megyünk a jó irányba. Melyik irányba? Hát itt majd együttműködünk. Hát mivel de működünk de... itt? A, ugye azt is mondta a miniszterelnök, bocsánat, azt is mondta, hogy igen, meg kell, meg kell nézni, és a mobot egy kicsit erősíteni kellene szakmailag. De a mob se kapkod, kapkod, ezért a dologért, mert én most, most, beszéltem a, 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 mobbal, és mondták, igen, majd értékeljük mi is decemberbe. Megint fél éve elveszik, megint nem történik semmi, megint nem lehet összehozni egy egy független szakértői testületet, egy tanácsot, egy beszélgetésre. És, és fél nem később igénik. azért jó értékelni, mert akkor már a következő évet tervezi minden sportág, minden sportoló, minden Na, szövetség. Hol van már az az olimpia? Nézzük, mindjárt jön a világbajnokság, meg jön igen, az európa már másról lehet beszélni. Igen, igen de akkor hol, hol az irány? Hát mi fog megváltozni? Azok az emberek, akik csinálták ezeket a, az anyagokat, és ami alapján elfogadták a döntéshozók azt, hogy mit kell csinálni, az, hogy, hogy kezdeményező játék, meg ilyen hülyeségek, a, az, az, az lehet csak éppen nincs erő és nekik, nekik az életük érdekeik, nem az az érdekük, hogy kiderüljön az, hogy felkészültek és rosszul, és meg kell változtatni, és, és, és esetleg azt kellene csinálni, vagy velem egyeztetve, én segíteni akarok a, azzal, azzal, hogy, hogy mit, mit kellene csinálni, és hogy kellene, és hogy kellene képességet fejleszteni ezekben a dolgokban. Azt mondta te is, idézve a miniszterelnököt, és egyetértve a miniszterelnökkel, hogy igen, Magyarországnak a legjobb tízben kell lenni az olimpiai. Így van. éremtáblázaton, vagy a ponttáblázatban, vagy bárhogy, mert hogy valami érez nekünk, a múltunkból következik. Miért következik ez óhatatlanul? Tehát az, hogy te kétszeres olimpiai bajnok vagy, 64-68, abból miért következik, hogy egy másik évszázadban ugyanott tartunk, vagy ugyanott kellene tartanunk? Hát én, én, azt, én azt gondolom, hogy itt a, a, a nemzeti büszkeség, és az, hogy hogy minden feltétel adott ebbe a dologba, ha megnézzük, megnézzük, nem én mondtam, hogy újságokból szedtem meg különböző helyekről, hogy a, a GDP-nek, tehát a nemzeti jövedelemnek a jelentős, a legtöbb viszonyítva a legtöbb támogatást a, a költségvetés ad. Hát ugye az, az egy marhaság, hogy azt hogy 2011 a 2011-ben a... a Csányi, hogy akkor meg, meg önellátok ön leszünk, és, 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 mindent megoldunk. És közben, közben a költségvetés nélkül létezni nem tudnak, mert nem, nem tudnának játékosokat, játékosokat választani, mert innen Magyarországból, akik elmennek, az, azok nem, 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 igazán ott is cserejátékosok, cser és, és hát nem, 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 nem. nem. Hát igen. A klubokat meg gyakorlatilag a némi túlzással az M4 sport közvetítései tartják fenn, hiszen hát onnan kapnak virgalmat. Hát meg, meg a mollon keresztül, meg, meg egyéb egy hatalmas pénzek Persze. mennek el, de igen, én de... nem sajnálom. De, Most de állt, az, hogy én... 14-ek vagyunk a világon 200 nemzetből, az szerintem ugyanúgy büszkeségre adhatok ott, és nem a mi büszkeségünkre, nem legyünk büszkék azokra a sportolókra, akik kijutottak az olimpiára. Ezt is mindig össze kell Tehát, hogy, hogy a te olimpiai arany. Érmed, az nem az enyém, az a te érmed. Én büszke lehetek rád. Hát nem, nem, jó, nem, nem, nem egészen, mert azért megteremtették a feltételeket akkor de is. De te, te dolgoztál megérted Másnak is megvoltak a feltételek. Az, igen, te ez, egy, ez egy, egy egyéni, egyéni, egyéni verseny. de, de mindig is, azt keverjük össze, hogy nekünk magyaroknak mi jár. Nekünk magyaroknak az Na jár, de amit akkor, ti sportolók letesztek elé. Vita, hagyj vitatkozzak veled, Tedd hogy azt. akkor e, tulajdonképpen mindegy, hogy hogy van, akkor e, miért mi adunk pénzt? mi adunk, mi, mi adunk pénzt? Mi Most, adunk. hát ezt firtattad te magad is, hogy mire adunk hát, pénzt valami valójában? Hát mire adjuk ebben? a pénzt, mert nincs kérés. Hát számon kéne kérni, mert annyi pénzzel, amit, amit a költségvetés, ugye a, a miniszterelnök a sport szeretete juttat, és, és ö, becsapják azzal, hogy, hogy akkor még jobbak leszünk, és, 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 és eredményeket érünk el, az, az, az nem, nem, azt meg kéne kérdezni, de azt már nem kérdezi meg, hogy miért nem, is mi az oka. És ez, ez az első, most megint jönnek, visszamegyek, megint jönnek a jelentések, meg az értékelések. Hát Mondom neked, le hogy mi a, ha a miniszterelnöket gondolom, akkor, hogy hova lett a pénz, és hogy mi az oka, és ki a felelős. Na most osztott felelősség lesz. És kinek ki, ki a, milyen része van, hány százaléka van az államtitkárságnak, hány százaléka van a szövetségnek, Ami, hány száktal van, és, ugye, és felvetsz, a, az, a, az, a, az utánpótlás nevelésben. Ezt az, ezt a, erre akarok az tívánni, a része, amit te felvetsz, az, baj, az utánpótlás nevelés, hát nagyon jól tudod, és józan lesz, könnyű belátni. 10-15 éves program. Igen. Azzal nem lehet a következő olimpián ez, virítani. Ez nem igaz. Ez nem 10 ez nem tíz, ez nem tíz, ez Hát a tíz, tíz, tíz éves, éves gyerekkel elkezdett, 24 éves korában olimpikon lehet. Hát igen, de, 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 az, meg, az meglátszik egy két-három évvel, hogy, hogy kik kerülnek be, és kire költöm a pénzt, hogy keringésileg, fizikailag képes vagy nem képes. Ez folyamatosan lehet mérni, és ez minden sportágra vonatkozik ez a dolog. Elmondtad, hogy néz ki a magyar sport, nehéz veled vitatkozni. Nyilván, akik benne vannak, ők tudnának, mert ugye elmondtuk a sportállamtitkárság szerint is rendben volt ez az olimpia. Viszont ennek fényében Budapestre hoznál olimpiát? Van annak értelme most, hogy egy irgalmatlan anyagi áldozat mellett egy nagyon nehezen megvédhető gazdasági helyzetben és egy ilyen sportháttérrel olimpiát rendezzünk? Hát én egy unifrán bajnok vagyok, és elfogult vagyok ebbe a dologba, de azért egy kicsit hagyj meg ezt az ötletet, miért ne? Miért, miért ne, és én, én, én ezt támogatom, de azért ennek a körülményeit, és egyébként arról, arról, arról beszélni kell. Először is, hogy ez egy utópia, vagy nem utópia, azért van egy rendje annak, hogy kinek és hova ítélik a, 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 a következő olimpiát, ugye? Tehát ott egy érdekszféra van ebben, van egy van egy idéző ebben rend, hogy mindig viszik más kontinensre. Még Afrikában nem is volt, tehát kétszer Európában egész biztos, hogy nem, és az érdekek is nem, 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 nem ezt diktálják. Ez, ez az egyik része, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez, nem biztos, hát semmi nem biztos. Ugye aztán meg ott a személyes érdekek is vannak az a, a olimpia bizottság tagok között, szóval ott azért, azért működ, működik ez a dolog. És nem akarok... Pénzés politika? Mit? Pénzés politika? Pénzés, po, pénzés politika, igen. Az, hogy például Mexikóban hogy lett olimpia, ha érdekes, ezt el, el tudom mondani. De a, a lényeg, lényeg az, hogy hat évre tervezünk. Ugye, most, hat, ugye, Los Angeles, az 32, 36-ra, hát az, az még több, 12, 12 év. Ugye, ha úgy áll a gazdaság, én, én azt mondom, megpályázok. Először is nem biztos, hogy megkapjuk. Ha megkapjuk, akkor van 3-4-5 év arra, hogy Budapestnek megvannak az adottságai ahhoz, hogy ezt, ezt elrendezzék. Legfeljebb gazdasági. Mi történik akkor, hogyha azt mondja négy év múlva vagy öt év múlva, hogy köszönjük szépen, nem tudjuk megrendezni? Semmi nem történik. Az égvilágon. Nem, nem tudjuk, nincs. Gazdasági hát azért az al... kudarc? Egy, 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 igen, és akkor milyen következménye? Semmi. Az, hogy lemondták, lemondták. Ennyi. Azért ez, mondjuk én ezt nagyon lazán intézem ezt a dolgot, én ezt nem vitatom, de azért, azért gondoljunk bele, hogyha elvállalja egy kormány, és nem tudja meg, akkor nem csinálja meg, mert, mert, mert azzal törődik, hogy nincs meg a, a pénz hozzá. Ki lehet-e izadni, vagy nem lehet-e ki azért, de önmagában, a, 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 hogy szeretnénk egyet, pláne egy olyan ország, aki a, a világon az első tízben van, vagy 14-ben van, teszük azt. Ugye most az más kérdés, hogy ezek egyéni emberek, vagy, vagy honosítottak, mert azért itt az érmekben, meg a felkészülésben, meg egyebekben azért... Az azért... Külföldön készülő sportolók, igen. Igen, szóval igen. Meg, a vírkozásban is, meg most érmet nem szereztek, de azért ez, 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 ez van, de hát azért ez, ez, ebbe igaza van a miniszterelnöknek, csak a, a, beosztottjai azok ebbe nem, nem számolnak be, és nem mondják, a, a, nem mondják az értékeléstél, hogy nem tudjuk, hogy ki a felelős, és nem tudjuk, hogy mi az oka, hm. mert, mert, erről van szó. Van benned megbántottság, hogy nem figyelnek jobban rád? Igen. Van, van. Meg, hát nem, nem megbántottság, csak egyszerűen azt érzem, hogy, hogy ugye védkes az, aki hallgat. Itt a cinkos az is. De, 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 de egyszerűen el, nem tudom elfogadni, hogy pozícióban vannak emberek. És Látják az eredményeket, az, 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 és annak alapján hát kellene valamit csinálni. És nem mondja meg, hogy mi az oka, és nem mondja meg az, hogy ki a felelős. Most mondok meg, megint, megint, megint egy adatot. Augusztus elején a labdarúgás egyik legjobb bázisa utánputas nevelője a Puskás Akadémia. Igen. Igen. Kimentek, kimentek Szalszburgba, nem nagyon érdek az újságokra, kimentek Szalszburgba út 15, út 16, út 19-el barátságos pérkőzésre. Hazajöttek 17 1 már mármint vereséggel. Ez a legjobb. Vagy akkor, ugye itt van a válogatott, ugye a Rossi mondja, hogy mi van, nem figyelnek oda. Ő, 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 ő viszi a balait. Meg, meg elindult, elindult most szeptemberben a tanév. Ugye erre, erre, erre mindjárt kaptunk egy ötöst az oktatóktól. Hm. A Szomoroszai Dominik Igen, Igen, persze. A, szoblós, a, szoblós, a csapatkapitány meg, meg mondja, hogy nyerni akartunk, és ez már, ez már egy jó jel, ami volt. Hát mi hát, akartunk, hát, szóval te is nyerni akartál. A, ennyire, ennyire, ez, Szóval tényleg kabar, szintén, és az is, hogy a fadalás a, a, a kulcsa, amit már mondtam, hogy a, a technika, meg a taktika, meg egyéb ilyen, hát, lesz, tudom mondani. És azok, akik felelőssége, nem hajlandók arra, hogy leüljön egy, tár, egy társág Milliók, százmilliókért működtetünk egy, egy ö, ö, molekuláris edzés egyetemi intézetet a, 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 testnevelések egyetemen keresztül, kutatóintézet. A kutatóintézet nem kapja meg az mls a kutatását, és, és azzal, azt sem hallgatják meg, hogy, hogy mit kutatnak a doktor Radár professzor, Európa hírú kutató. Igen, ezekre szükség van, hogy milyen módszerekkel, meg egyebekkel. ez, e, igen, Ez tovább folytatjuk, újabb és, újabb és újabb és újabb példákat hozol arra, hogy miért nem Működik igazából a magyar Sportnak ellenére, hogy rengeteg pénz megy bele. Köszönöm, hogy ezt De én még, hagyd hagy, hagy mondjak, hagy mondjak szeretnék. Na itten. akkor ez legyen az utolsó. Záró, záró, ez lesz az utolsó. Záró, záró, záró szóba kérem szépen, mert mindig, mindig, mindig odaadom, hogy hogy szeretném, ha meghallgatnának. Ébresztő jelennék egy értelmes vitának. Érvre érv, és szeptől szembe disputálnánk. És nem a sajátunkért hanem a fiatalokért, a labdarúgásunk jövőért az igazért vitáznánk. Török Ferenc kétszeres olimpiai bajnok vitairatát vagy versét hallották itt a végén. Köszönöm szépen, és megtiszteltél, hogy itt voltál. Köszönöm én is, hogy meghallgattam. Köszönöm a figyelmüket, jövünk egy hét múlva. Viszontlátásra!